Többféle projektünk van, ugye mindenféle projektben van vonva. A SIR-nek nem feltétlenül az a feladata, hogy projekteket szervezzen, inkább koordinál és kommunikál, de mellett ezért van egy pár projekt, amelyel próbálja színesíteni az egész évet. Itt a Day15-t emelném ki legfőképpen, amely minden hónapban nagyjából a 15. nap körül történik. Ezek különböző szociális és közösségi projektek, hogy minél színesebbé és láthatóbbá tegyük az egész várost. Itt volt már irodalmi téma, volt már zöld terület téma, segítettünk buli által gyerekkórházat, most a jelenlegi, a júliusi az ilyen Party in the Sky lesz, meg Wedding in the Sky, tehát ugye Európában először lesz egy olyan, hogy valaki 50 méter magasban egy platformon lógva fogják kimondani a boldogító igent. Másnap pedig reggeli, ebéd, illetve vacsorát lehet foglalni ott, és abból befolyt pénzből egy ösztöndi programot hozunk létre. Tehát ezek, amik minél jobban színesítik, és olyan tereket próbálunk megmutatni a városnak, ami igazából nincs annyira kihasználva. Tehát, hogy ezeket nem csak a mentális tereket, hanem a fizikai tereket próbáljuk beemelni. Emellett megemlíteném a Cluj Never Sleeps-et, amely ugye a legrövidebb éjszakája az évnek, tehát ez a június 20-a, 21. Ez az éjszaka. Ez egy nagyon pörgős nap volt, tehát több mint 150 órányi program volt a 24 óra alatt. A csúcsidőben olyan volt, hogy 14 program futott folyamatosan. Ezt valószínűleg, ezt a projektet is, meg a D15-öt is tovább visszük a következő években is, megszervezzük, nem csak 2015-ben. Emellett meg ugye ott van az Untold Fesztivál, amely hát egy kicsit komercebb a nevek szintjén, de ez is egy különleges fesztivál lesz, mert ilyen még nem volt az országban és Európa szintén sem, hogy bent a városban legyen egy óriási fesztivál, ahol 150 meghívott van, és több ezer látogatója lesz, fel lesz épülve egy egész ilyen ifjúsági falu a sétatér, meg a többi helyeken. Hát ugye ott elég nagy nevek vannak, tehát hogy beszéltünk egy Avicii, egy David Guetta, vagy akár az Airi Mafiáról is. Hatalmas érdeklődés övezi ezt az Untold Fesztivált. Számítottatok erre? Igazából nem volt erre így számítva. Persze, tehát hogy azok a nevek, akik vannak hívva, nem igazán voltak, tehát mit tudom, Avicii még nem volt Romániában. De az érdekesség az volt az Untold Fesztiválnak, hogy decemberben még senki semmiről nem tudott, csak arról, hogy lesz valami, és december 31-én 1000 jegyet lehetett vásárolni ilyen nagyon-nagyon olcsón, tehát 100 leér, és az 1000 jegy az kb. 30 óra alatt fogyott el, úgyhogy senki semmiről nem tudott, hogy mi lesz. Ez már akkor mutatta. Tehát, hogy már akkor mutatta, hogy igenis van egy igény egy ilyen fesztiválra.